Én kényszerből vagyok itt, engem ide elhoztak, és nekem itt most vásárolni kell. Az árusok mellett a humor és a jókedv is jelen van a Hiltér 65 faházból álló karácsonyi vásárában. Idén a forgatag legnagyobb újdonsága, hogy az évtizedes hagyományoktól eltérően már nem sátrakból árulnak a kereskedők, hanem igényes, az ünnepi hangulathoz jobban élő faházakból. Nagyon jó az elhelyezkedés, tökéletes minden. Én szerintem ez a környezet fogja vonzani a vevőket, és jobb lesz, mint tavaly volt. A megújult vásár ma reggel nyitotta meg kapuit, így még a kereskedők is éppen csak készülődnek a vásárlók rohamára. Az előző néhány év visszaesésétől eltérően idén nagyobb forgalomra számítanak az árusok, akik régi vevőiket is visszavárják. Legalább a tavalyit szeretnénk, voltak vásárlóink, volt igény, volt kereslet, amit tudtunk, beszereztünk, megígértük. Remélem az idén is felkeresnek a vevők bennünket kifejezetten. Olyan kívánságokat is, amit tudunk, teljesítünk. Vannak a szilikon zsák, kapzsák, 5 kinyomó végkel, csillagcsővel. Idén az önkormányzat ragaszkodott ahhoz, hogy csak jó minőségű árukat lehessen árusítani. A feltételnek a vállalkozók maradéktalanul megfelelnek. Jók az áruink, meg tényleg szépek a vásárlók. Ahogy mondják, visszajelzések alapján. A szolnoki karácsonyi vásár népszerű a kereskedők körében, többen már évtizedek óta visszalátogatnak. Én nekem például öröm. Hát mondjuk én már 68-at betöltöttem, de én szeretek itt lenni. Már 20. éve itt vagyunk. Nekem hiányozna, hogyha nem volna. Az első nap ellenére már sokan ellátogattak a forgatagba, voltak, akik már a teljes ajándéklistát összeállították. Sok színű és sok mindenfélét lehet, szerintem. Még, ugyan még most jöttünk, még itt vagyunk, úgyhogy még csak a kezdetén még nem jártunk körbe. Társas játékot a nagyobbaknak természetesen, könyvet, mert ez kedves, ennyit. Meg együtt legyünk, finom vacsora, ebéd, ez a fontos. Az idei vásár sikertermékei várhatóan a bundák, könyvek és természetesen a játékok lesznek. A látogatók különféle kézműves édességeket is megkóstolhatnak, miközben eldöntik, hogy vajon többet vagy kevesebbet költenek a tavalyi évhez képest. Lehet, hogy egy kicsivel, lehet, hogy több lesz. Nagyobbak a gyerekek, aztán vannak álmok, úgyhogy lehet, hogy több lesz. A karácsonyi vásár népszerűsége évtizedek óta töretlen a szolnokiak és a környező települések lakosságának körében. Idén december 2-a és 24-e között várja a vásárlóit a forgatag.